Hallottad? Orbánik elintézték, hogy kínai rendőrök járőrözzenek Magyarországon. Hát most ma magyar rendőröket is hamisítják. Józsi százados, te vagy az? Igen, én lenni új Józsi százados, pici komcilendől. Kutyákat, macskákat bezárni, érkezik a tavaszi tekercskommandó. Sokaknak ez persze nem tetszik, de miért baj az, ha szuverén Magyarországon a kínai kommunista diktatúra rendőrei járőröznek? Hát hazataláltak. Orbániknak hála, észre sem veszik, hogy nem otthon vannak. Ez az ország is olyan, mint Kína. Itt is lenni kicsi, dühös törpek is vezető, aki terrorizálja és kifosztja népet, kimossa agyukat. Pont mint nálunk. Ő lenni gazdag, mi lenni szegény. És ez így van jól. Ilyen, hullá! Azért van annak egy diszkrét bája, hogy annak ellenére, hogy EU és NATO tagok vagyunk, Orbán pont a kommunista Kínával kötött biztonsági megállapodást. Na de hát ugye mi az Európai Ügyészséghez sem akarunk csatlakozni. Jó lesz nekünk helyette a kommunista kínai rendőrség is. Se baj, legalább lehet tovább csencselni. Csak megérte kelet felé nyalni. Már várjuk, hogy mikor jelennek meg a kínai rendőrök után az észak-koreai és az orosz katonák. Itt már rég nem beszélhetünk szuverenitásról, csak szuverenitásról. Jaj, biztos ti is hallottátok, hogy tűz ütött ki a visegrádi Szilvánusz Hotelben. Teljesen leégett az épület negyedik emelete, a tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, és több száz vendéget kellett kimenekíteni a lángoló épületből. Sajnálatos eset, de hát kit érdekelnek a vendégek, az ott dolgozók, a tulajdonos vagy a tűzoltók? Hamar kiderült itt is, hogy nem ők a valódi áldozatok, hanem a Tóth Gabi. Kiderült ugyanis a NER cseléd pedomosdató sajtóból, hogy Tóth Gabi pár nappal a tűzeset előtt a párjával, ezzel a kis kalapos mitugrász fricska fiúval a szállodában pihentek. Csí, hát ez nem semmi. Éppen tüzelt a Gabi, aztán Visegrádig mentek a fricska fiúval, hogy elócsák. Gyere, rám jött az 5 perc! Tüzelek, fricskázz meg! Lehet, hogy aztán még belőlük pattant ki a szikra. Na de a tréfát félretéve, ízléstelen és ótvar dolog egy ilyen tragédiát is összetótgabizni. De a NER média már csak ilyen. A tótgabizmus így működik. Minden róla kell, hogy szóljon. Hát lassan kiderül, hogy Hiroshima valódi áldozata is Tóth Gabi volt. Gabi narcisztikus személyiség. Tűzeset, áldozatok, ugyan már Gabi most is elvitte a sót. De ne aggódj, Gabi, nem maradtok szállás nélkül az uraddal. Mehettek külföldre a közpénzgázsitból nyaralni a Mészáros Lőlő utazási irodájával. Ugyanis ma az is van neki. Hát milyen nincsen? Osz mi a neve az utazási irodájának? Nerline. Mészáros a Travelner. Mit mond Andi? Milyen bőink? Hát nekem nem bő. Hát ne ugassál ma. Hát te adtad rám. Mi? Ja, hogy bőink, azzal akarsz utazni. Hát akkor miért nem aztat mondod? Idióta. Osz hova repüljünk? Nekem hála mindenhol voltam ma. Hát amikor még nem voltam a Viktor pénztárcája, és annyi idős voltam, mint te most, Andi, ugye? Örültem, ha el tudtam hagyni a felcsúti faluhatárt. És mondjuk egy ilyen távolsági busza át tudtam menni az alcsú dobozi presszóba. Osz hazafele, amikor meg lekéstem az utolsó buszot, akkor kukoricásba aludtam. Akkor még nem voltak ilyen 5 csillagos szállodáim. Tudod én hova szerveznék nekik utazást? Ahova előbb-utóbb úgyis elmennek. A pokolba. Jaj, de jó pofák ezek! A Novák Kaletalin által kegyelmet kapott pedofil bűncselekményekhez asszisztáló K. Endre, azaz, mondjuk már ki a nevét, Kónya Endre, az Orbán család barátja, akit nem mellesleg az Orbán család ügyvédje védett, ismét akcióba lendült, de lebukott, az RTL rejtett kameráinak köszönhetően. Most éppen a bicskei gyermekotthon egyik áldozatát próbálta rávenni arra, hogy hazudjon és változtassa meg a korábbi vallomását. És mondja bele a telefonjának a kamerájába, hogy Endre bácsi, ártatlan. Csóri narancskárosult hívek, akik eddig benyelték a pedofonos hírhamisítóknak, hogy Kónya Endre bácsi ártatlan, hát hogy érezhetik most magukat? Hát nagyon jól, köszönöm szépen, mert ez az egész egy hazugság. Már az Amány nem mondta be. És jobbat mondok, az Origón se olvastam. Szia, Nikó! Na, te is hallottad? Pont kezdett elcsendesedni ez a pedobotrány. Erre Endre bátyám megint megkörnyékezett egy gyereket. Legalább ne tudna rólunk annyi mindent. Akkor már réges-régen börtönbe rohadna. Az összes fideszes pedóval együtt. De hát amíg mi vagyunk hatalmon,
addig nem fognak. Takap! Jöjjenek el a Somogyi András önálló estjeire. Mondom, hogy hol léphet fel. Baján, Pápán, Vácon, Érden, Jászberényben, Debrecenben, Pécsen, Tatabányán, Egerben, Miskolcon, Törökszentmiklóson, Nagykanizsán és Gyöngyösön. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon, és haladéktalanul iratkozzanak fel a YouTube csatornájára is, ugyanis a Facebookját már réges-régen korlátozni kezdték.